Köszöntöm nézőinket! Önök a Tónatáj Televízió híradóját látják, Víg Gabriella vagyok. Főbb témáink néhány mondatban. Óriási károkat okozhat a meleg a mezőgazdaságban. Ha nem történik változás, nagy baj lesz. Épül a piactér Bátaszéken. A kiírás szerint a bornapok idejére el kell készülni a beruházással. Karácsonyi tolvajokat fogtak. Lopott díszekkel tették szebbé a karácsonyukat. Vízkereszt napja. Több egyházi momentum is kötődik az ünnephez. Sokkal több kártevőre és az előző évhez hasonló aszályos szezonra számítanak a gazdák 2023-ban. A statisztikák szerint az év leghidegebb időszaka szokott lenni a január, most azonban meleg rekordok dőlnek meg. A tavaszias tél miatt a kártevők sem fagynak el, és a gyümölcsfákat is becsapja a meleg időjárás. Több növény netkeringése már be is indult. A szakértők szerint, ha nem történik változás, nagy baj lesz. Ragyogó napsütés és zöldellő búza mezők, mintha már tavasz lenne, pedig még csak január eleje van. Az elmúlt héten több meleg rekord is megdőlt az országban. A hőmérséklet csúcsértéke délnyugaton több napon is 15 Celsius fok fölé emelkedett. A meteorológiai összesítőből kiderült, hogy idén még számottevő talajfagy sem volt, csak a felső néhány centiméteres réteg fagyott meg néha. Bár sokan örülnek az enyhe télnek, de ez a jövőre nézve aggasztó lehet. Kártevők, gondolok itt a rovarkártevőkre, illetve a mezei poszkokban a szántóföldön felszaporodnak, könnyebben áttelelnek. Ugye ez a jövő évi növényvédelmet meg fogja minden bizonnyal nehezíteni. Illetve mivel a növényeknek a biológiai nulla fokokat több helyen már meghaladta a hőmérséklet, ezért félő, hogy beindulnak a fákba, a szőlőbe a vegetáció, és a negykeringés miatt, ha később fagy következik be, akkor az jelentősen károsíthatja a növényeket. De a talajnak is most kellene újra töltődnie az elmúlt évek aszályos időjárása után. Azonban a mostani melegtől inkább elpárolog a maradék nedvesség is, a szél pedig a felső rétegeket szárítja ki. Kívánatos az volna, hogyha jelenleg hótakaróval lenne borítva a táj, ez lenne az ideális, ettől nagyon messze vagyunk, de ennek ellenére azt gondolom, hogy a megfelelő agrotechnikai műveletekkel, most, hogyha még hidegebbre fordul az idő, akkor azt gondolom, hogy a szántóföldi növények nem fognak még akkora károsodást szenvedni. Az már biztos, hogy a rovarkártevők jelentősen elszaporodtak, ez például a repcébe tavasszal azért meg fogja nehezíteni a növényvédelmet. Bár az előrejelzések nagy lehűlést nem ígérnek januárban, jövő héttől már várható jelentősebb mennyiségű csapadék, ami ugyan nem oldja meg a talajnedvesség problémáját, de enyhítheti azt, csökkentve ezzel az esetleges károkat. A kistelepülésen élő rászorulók megsegítésére folyamatosan osztják ki a tűzifát az állami erdőgazdaságok. Idén 2374 5000 fő alatti település vesz részt a programban, és a tűzifa kétharmadát már meg is kapták az önkormányzatok, jelentette be Nagy István agrárminiszter pénteken. A szankciós energiaválság miatt idén még nagyobb a jelentősége a programnak, a kormány több mint 100 000 család rezsicsökkentését segíti az ingyenes tűzifával. A tárcavezető rámutatott, hogy az állami erdőgazdaságok több mint 2000 önkormányzat számára biztosítanak mintegy 200 000 köbméternyi faanyagot, amelynek már több mint kétharmadát 2022. december végéig átadták az érintett településeknek. Hozzátette, a fennmaradó mennyiség átadása folyamatosan zajlik, így a szokásos február 15-i határidőre teljesítik az összes kiszolgálást. Megkezdődött a bátaszéki piactér átépítése. A tervek szerint egy olyan többfunkciós terület készül, amely egyszerre szolgálja ki a kereskedelmi célokat és segíti a város nagy rendezvényeinek lebonyolítását. Ezek a földkupacok is jelzik, megkezdődött Bátaszék egyik legjelentősebb fejlesztése, a piactér átépítése. Körülbelül idáig volt eddig térburkolattal ellátva. Csak most teljesen elmegyünk hátra a kerítésnek a végig, aki is van szerve. Mutatja a tervezett Bozsodik Robert polgármester. A beruházás összköltsége meghaladja a 148 millió forintot. Befejeződött az előkészítésnek a folyamata, hiszen az elmúlt év végén megkaptuk a hivatalos értesítést, hogy ugyan nem abban az összegben, amiben mi gondolkodtunk, de némi támogatás kiegészítésben részesült a piac beruházásunk, és így
elindulhatott ez a beruházás. 12 millió forint támogatás kiegészítést kapott a város a projekt lebonyolításához. A kezdeti tervezéskor a teljes költség 102 millió forintos költségvetéssel bírt, de az árak azóta rohamosan nőtek, így a városnak is mélyen a zsebébe kellett nyúlni a megvalósulás érdekében. Az önkormányzatunk által vállalt 20 millió forintos önerő most már 52 millió forintra növekedett, de a képviselőtestület végül is olyan döntést hozott, hogy megkívánja valósítani ezt a beruházást, meg fontosnak tartja, hiszen a piactér a város központjában található. Ugye a beruházás keretében egy korszerű, modern térburkolati felület fog kialakulni, tehát a mögött már látszik is az építkezésnek a fázisai. Parkolókat fogunk kiépíteni, és egy foghitelek megvásárlásával egy piaci épület is meg fog valósulni az elkövetkezendő időszakban. A munkák gyors sebességgel zajlanak majd, hiszen a pályázati kiírás szerint a nyári szabadtéri programok elindulásának idejére el kell készülnie a több funkciós térnek. Tavaly 7414 lakástűzben 92 ember halt meg, közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság csütörtökön. A közleményében azt írták, 2022-ben 228-al több lakástűz keletkezett, mint 2021-ben. Az év folyamán 102.000 négyzetméternyi épített terület égett le, 19%-kal kevesebb, mint egy évvel korábban. A lakástüzekben 92 ember vesztette életét, vagyis átlagosan 4 naponta szedtek áldozatot a lángok. 2022-ben 1234-szer hívták a tűzoltókat szénmonoxid miatt, 197-tel többször, mint egy évvel korábban. A 19%-os növekedésnek pedig egyértelműen az az oka, hogy egyre több otthonban van szénmonoxid érzékelő. A tragédiák elkerülése érdekében gondoskodni kell az állandó és automatikus szellőzésről, és érdemes egy szénmonoxid érzékelőt is beszerezni. Hívták fel a figyelmet. A Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató oldalán közzétett díjtáblázat szerint jelentősebben nő a rövidebb időszakokra szóló autópálya használati jogosultságok ára. A személygépkocsik esetében a 10 napig érvényes matrica 5500 forintra drágul az idei 3820 forintról. A havi matrica ára 8900 forint lesz az eddigi 5210 forint után, az éves megyei matricák ára 5720 forint a tavalyi 5450 forint helyett, valamint az országos éves autópálya matricáért személygépkocsik esetében 49190 forintot kell fizetni, mintegy 5%-kal többet az idei 46850 forintnál. Az éves országos és megyei matricák a díjköteles gyorsforgalmi úthálózaton az év első napjától, illetve a tárgyévben a vásárlás időpontjától a következő év január 31-én éjfélig használhatók. Elmondása szerint az ingatlan közvetítő várta, ezért sietett az a sofőr, aki Bonyhád felől Bátaszék irányába száguldott el a Trafipax előtt a megengedett sebesség több mint duplájával. A bátaszéki rendőrös szakemberei sebességellenőrzést hajtottak végre megállításos akció keretében. A városban a Bonyhádi úton végzett mérés során az autó 115 km per órás sebességgel hajtott el. Ez a felvétel összesen 130 ezer forintnyi közigazgatási bírságot és 6 büntetőpontot eredményezett. Elkapták azt a fiatal pár Dobóváron, akik lopott díszekkel tették szebbé az ünnepet. Egy kertesház udvaráról vitték el a dekorációt, bosszúságot és 240 ezer forintos kárt okozva ezzel a tulajdonosnak. Az elkövetők mindent beismertek és visszaszolgáltatták az ellopott tárgyakat. Szenteste indult felfedező útra egy dombóvári pár, hogy plusz kiegészítőket keressenek a karácsonyi dekorációjukhoz, szebbé téve ezzel az ünnepet. Egy kertesház udvarán tetszett meg nekik néhány díszítőelem, amit magukkal is vittek. 2022. december 27-én tett bejelentést egy dombóvári asszony a rendőrségre. Elmondta, hogy a házának teljesen bekerített udvaráról az ünnep napjai alatt ismeretlenek 6 darab nagyméretű világítós díszt tulajdonítottak el, és ezzel 240 ezer forint kára keletkezett. A bejelentés után nem sokkal egy fiatal párra terelődött a gyanú, akik kihallgatásukkor be is vallották tettüket, és a házkutatás során az ellopott dekorációk egy része is előkerült. Elmondták, hogy valóban ők lopták el a díszeket. Szenteste
Az ünnepet próbálták szebbé tenni, hogy a karácsonyfa mellé még valami világító dísz is legyen, ezért a városba autózva egy házat kiválasztottak, és ott, ahol alacsony volt a kerítés, a férfi többször bemászott az udvarba, kiadogatta ezeket a díszeket a párjának, majd autóval elszállították. Először minden díszt a lakásukra vittek, de túl nagy volt a fény, így néhányat elajándékoztak közülük. A rendőrség minden díszt hiánytalanul megtalált, és visszaadták azt a tulajdonosnak. Az elkövetők elleni nyomozás a dombovári rendőrkapitányságon folytatódik. Gyorsan terjed a koronavírus új Omikron variánsa. A tudósok szerint ugyanakkor nincs ok az aggodalomra, hiszen még mindig nem okoz olyan súlyos tüneteket, mint az eredeti wuhani törzs. Magyarországon az enyhe időnek köszönhetően inkább az influenza vírus dominál. A szakemberek szerint az influenzához hasonlóan a koronavírus a mindennapjaink része marad. Számolni kell azzal, hogy újabb és újabb koronavírus mutációk fognak megjelenni a következő időszakban. Most már hullámokról nem kell beszélni, a Covid beépült a felső légúti fertőzések palettájába, amelyek ősszel és télen megjelennek köztünk, mondják a virológusok. A 30 év alatti fiatalok 63%-a bizakodva tekint a 2023-as évre, derül ki egy kutatásából. A múlt év végén november 30-a és december 8-a között 1000 ember telefonos megkérdezésével készült felmérés szerint a magyarok csaknem fele bizakodva tekint az új évre. A megkérdezettek közül leginkább a 30 év alatti fiatalok tekintenek optimistán a jövőbe. Mellettük a nők, a gyesen, gyedelévő kisgyermekes anyák és a három vagy több gyermeket nevelők bizakodóbbak az átlagnál, írták. A közleményben úgy fogalmaztak, a bizakodásra meg is van az okuk, hiszen 2023-ban újabb családtámogatási intézkedések segítik őket. A kutatásból kiderül, hogy a megkérdezettek legnagyobb javulást a járványhelyzet tekintetében várnak, közel harmaduk bízik a háborús helyzet javulásában, minden ötödik ember pedig az energiahelyzet jobbrafordulására számít. Vízkereszt napjához több egyházi momentum is kötődik. Ehhez kapcsolódik a három királyok látogatása és a farsang első napja is. Jézus megkeresztelkedésének emlékére a templomokban ilyenkor vizet szentelnek. Január 6-a jelentőségeiről stábunk Petkó Tamás katolikus plébánost kérdezte. Január 6-a, azaz vízkereszt. Legtöbben úgy tudják, hogy ezen a napon kell leszedni a karácsonyfát. Emellett több egyházi szokás is kötődik a jeles eseményhez. A kereszténységben vízkereszt napja a 4. század elején vált liturgikus ünneppé. Ilyenkor azt ünnepeljük, hogy a három királyok ugye megjelennek Jézus jászolánál, és az azt jelenti, így is mondjuk, hogy a jelenés, megjelenik a világnak Jézus. Mert a három király az pogány volt, és azzal, hogy Jézus megszület, nem csak a úgymond keresztényeknek születik meg, hogy csak mi, hanem mindenkinek felkínálja magát. Ez az ünnepnek a jelentősége, Jézus megjelenésének az ünnepe, így is szoktuk mondani. Szokás ilyenkor a víz megszentelése is, amit házszentelés követ, mondja a plébános. Krisztus manzionem benedicat. Krisztus megáldja a házat. Tehát vízkereszt után elmegyünk, és megáldjuk azt a házat, de főleg az emberek, akik ott élnek, hogy a családokban béke legyen. Tehát tényleg ezt erről nagyon szeretek beszélni, hogy mennyire, hát nem az, hogy irigylem a házas embereket, meg a gyerekeket, hogy van nekik egy pár négyzetméter, ami a legszentebb hely. Vízkereszt egyben a nagybőjtig tartó farsangi időszak kezdete is, hosszabb változó, hamvazó szerda időpontjától függ. Magyarországon a farsangi szokások a középkorban honosodtak meg, elnevezése középkori német eredetű lehet. Személyesen is gratuláltak Dombóvár legújabb világbajnokságon sikereket elért két sportolójának, Pintér Szilárd alpolgármester és Hosszú Sándor Gergely sportreferens. Halmosi Zsolt 6., Tó Dominik pedig 11. helyen zárt Mexikóban a funkcionális fitness világbajnokságon. Mindketten a Dombóvári Z2 sportegyesület tagjai. A találkozás alkalmával beszéltek a felkészülésről, a verseny részleteiről, tapasztalatairól és a fiatalok céljai is előtérbe kerültek. Már jövő héten elkezdik a felkészülést a nyári országos bajnokságra, de a fontos megmérettetés előtt még vár rájuk az érettségi vizsga. Mindketten nagyon motiváltak és elkötelezettek. Regionális híreink következnek. Több év börtönre is számíthatnak. Közel 3 millió forintot csalt ki egy idős asszonytól egy férfi és egy nő.
játszóházzal indult az év. Családoknak szerveztek könyvtári programokat Kaposváron. Online oldal indul kisbabás családoknak. Pécsi babával segít a Pécsi Mami. Több évre is börtönbe kerülhet az a férfi és az a nő, akik ellen most emelt vádat a Komlói járási ügyészség. A vádlottak unokázós csalásban vettek részt. Az Egyesült Királyságból telefonon tartották a kapcsolatot az elkövetőkkel, akik 2 millió 900 ezer forint készpénzt csaltak ki egy pécsváradi idős nőtől. A vád idős személy sérelmére elkövetett csalás és pénzmosás büntette. A Komlói járási ügyészség vádat emelt egy férfi és egy nő ellen, akik 2020 nyarán egy idős hölgy sérelmére elkövetett unokázós csalásban vettek részt. Az idős pécsváradon élő sértettet 2020. júliusában vezetékes telefonszámán angol hívószámról hívta fel egy ismeretlen férfi. A sértett fiának adta ki magát és azt állította, hogy autóbalesetet okozott, és ezzel kapcsolatban sürgősen pénzre lenne szüksége. Azt kérte az idős hölgytől, hogy szedje össze otthon tartott készpénzét és adja át az érteklődött személynek, Tóth Tamásnak. A telefonáló elkövetők az Egyesült Királyságból telefonon tartották a kapcsolatot a vádlott férfival, aki vállalta, hogy a kicsalt pénzt 30% jutalékért átveszi a sértettől. Telefonon adott utasítások alapján a vádlott férfi és barátnője, a másik vádlott, a sértett lakásához mentek. A vádlott férfi a gépkocsiból kiszállt, és a sértetnek Tóth Tamásként mutatkozott be, közölte vele, hogy őt a sértett fia küldte a pénzért. Az idős hölgy átadta a borítékot a vádlott férfinak, amiben 2 millió 900 ezer forint volt. A vádlottak ezután Budapestre indultak gépkocsival. Telefonon azt az utasítást kapták, hogy a pénzt két részletben továbbítsák az Egyesült Királyságba. 1 millió forintot a férfi utalát, 1 millió forintot pedig a női vádlott. Ennek az utasításnak eleget tettek, a sértettől kicsalt pénzből fennmaradó 900 ezer forintot pedig a vádlott férfi jutalékként megtartotta. A nyomozás során azt nem lehetett megállapítani, hogy kik voltak az Egyesült Királyságból telefonáló elkövetők. A vádlott férfi cselekménye idős személy sérelmére elkövetett csalás büntettének, a kicsalt pénz továbbításában résztvevő vádlott nő cselekménye pedig pénzmosás büntettének a megállapítására alkalmas. A minősített csalás 1-től 5 évig terjedő, a pénzmosás 5 évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. Papírhóembert és újévi jókívánságos varázspálcát is készítettek a gyerekek a kaposvári Takás Gyula könyvtár játszóházában. A kicsiket Ribizli Bohóc is szórakoztatta megzenésített versekkel, mondókákkal. Egymás után készültek a munkák a Takás Gyula könyvtár gyermek részlegén. Szofi lelkesen alkotott a nagymamájával. Ezt úgy, hogy van egy ilyen kis levélke. Ezt pedig színeztem. Szofiék véletlenül csöppentek a játszóházba, de mint a kislány nagymamája mesélte, szívesen maradtak alkotni. Az unokatestvérje jött a könyvtárba könyveket cserélni, és akkor mondta, hogy jöjjünk el mi is. Sokan keresik fel a gyermekkönyvtári részleget a téli szünetben, így a játszóház is népszerű volt. A téli szünetben is próbáltunk interaktív lehetőséget biztosítani a családoknak. Délutánonként voltak papírszínházas mesék, diafilmvetítés, illetve ugyanígy barkácsolás, mint most. A foglalkozáson bárki kedvére alkothatott. Most az idei év első játszóházában, az újévi játszóházban szerencsehozó malacot készíthetnek, papírból hóembert hajtogathatnak, színezhetnek, megcsinálhatnak újévi jókívánságos varázspálcát. A könyvtár játszóházából Ribizli Bohóc sem hiányozhatott. Akkor tegyünk egy próbát. Egyszerre énekelje mindenki, hogy kik lesznek a hangosabban. Lányok vagy a srácok, figyelj azt mondjuk, hogy gender vászon, nem vászon, ez vagy ez? Ribizli Bohóc Kányádi Sándor és Gazdag Erzsi versek megzenésítésével, valamint mondókákkal készült a gyerekeknek. Hóból van a kezzel lába, fehér hóból a ruhája. Mint Tormási Attila elmondta, nem szokványos bohóc produkcióval készült. Azért van rajtam bohóc ruha, mert valamikor nagyon-nagyon régen megkértek, hogy bohóc ruhába csináljam a műsort, hogy jobban eladható. Aztán úgy hozta az élet, hogy nagyon sokat dolgoztam együtt a könyvtárakkal. A könyvtárak viszont azt mondták, hogy oké, Ribizli, legyél bohóc, de ne legyél az a bohóc, aki tortát dobál, meg lufit hajtogat, hanem inkább legyél egy ilyen verses dolog, ami igazából is van. És akkor tulajdonképpen így a bohóckodást és a verseket próbáltam úgy összekapcsolni, hogy vicces legyen, bohócos legyen, de mégse az a tipikus bohóc.
A kaposvári Takács Gyula könyvtár januárban több programmal is várja a gyerekeket. 2023-ban a Petőfi emlékév és a Walt Disney cég 100 éves fennállása kapcsán is terveznek eseményeket. Pécsi baba születik, hiszen a Pécsi Mami Közhasznú Egyesület új hiánypótló online kiadványt készít a pécsi és Pécs környéki babát váró kisbabás és kisgyermekes szülőknek. A kezdeményezéssel szeretnék elősegíteni, hogy a szülők gyermekeiket tudatosan, biztonságban, egészségben, támogató helyi közösségek hálójában nevelhessék. A Pécsi Mami új és hiánypótló online magazint készít. Az ingyenes online kiadvány és hozzá kapcsolódó rendezvény célja, hogy a fiatal szülők egy helyen találjanak meg minden olyan információt, programot és lehetőséget, amely megkönnyíti a gyermekvállalással és az azt követő időszakkal kapcsolatos mindennapjaikat. Ezzel a Pécsi Mami Közhasznú Egyesület régi álma valósul meg. Tudtuk meg Gellén Nórától, az egyesület elnökétől. A témákat illetően egészen a baba tervezésétől az óvodáskorig szeretnénk mindent érinteni, és ezután szeretnénk meghívni ebbe a kiadványba és ebbe erre a rendezvényre mindazokat a helyi szolgáltatókat és szervezeteket, akik bármilyen formában segítik az itt élő kismamákat, kispapákat és kisgyerekes szülőket. Nagyon jó hír, hogy a Nemzeti Együttműködési Alap támogatásának köszönhetően most mind a két felületen díjmentes lesz ez a megjelenés. A Pécsi Mami weboldalán elérhetőségekkel lehet jelentkezni. Fiatal szülőkkel találkoznak, akikben nagyon sok a kérdés, a bizonytalanság, nem tudják, hol kapjanak segítséget. Ezért is gondolták, hogy a már meglévő Pécsi Mami weboldalon belül létrehozzák az új Pécsi Baba online oldalt is, mondta Gellén Nóra. Nyilván szó lesz terhes gondozásról, vizsgálatokról, babakerendjéről, szülésfelkészítésről, de szeretném, hogyha érintenénk olyan nehezebb témákat is, hogy mi van akkor, hogyha valakinek nem sikerül, nem jön össze a baba, vagy a várandóság alatt történik valamilyen gond. A szülést követően nagyon fontos téma a szoptatás, a kisgyermek és a baba táplálás, a mozgásfejlődés, később a családtámogatások, a bölcsődébe kerülés. Tehát mi ezt mind szeretnék érinteni. Az első Pécsi Baba Expót Pécsen a Tudásközpontban február 12-ére tervezik. További részletek a pecsimami.hu online oldalon olvashatók. Végül mutatjuk legfontosabb Tolna vármegyei híreinket még egyszer röviden. Óriási károkat okozhat a meleg a mezőgazdaságban. Ha nem történik változás, nagy baj lesz. Épül a piactér Bátaszéken. A kiírás szerint a bornapok idejére el kell készülni a beruházással. Karácsonyi tolvajokat fogtak. Lopott díszekkel tették szebbé a karácsonyokat. Vízkereszt napja. Több egyházi momentum is kötődik az ünnephez. Szombaton eleinte többfelé lehet ködös az idő, később nagyobb rész napos, száraz idő várható. Éjszaka változó felhőzet mellett ismét növekszik a ködös területek mérete. Csapadék nem hullik, vasárnap egy közeledő ciklon meleg frontjának hatására kezdetben nyugaton, majd másút is megerősödik a déli szél, ami további enyhülést hoz. Hétfőn előre láthatólag a ciklon hideg frontja is megérkezik. Szeles, borongós, esős időre van kilátás, csökken a hőmérséklet. Friss hírekkel legközelebb hétfőn este jelentkezünk. Addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint figyelemre méltó, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!